Jubileumi évhez érkezett a Kecskeméti Acélszabrászati és Képzőművészeti Szimpozion. A mai napon az idei alkotótáborról és programokról tartottak tájékoztatót a sajtóképviselőinek. A szimpozion Magyarország egyik legjelentősebb nemzetközi alkotótábora. Az elmúlt években 121 művész több mint ezer zsűrizett műalkotást készített a programok során. Az idei év számunkra különleges jelentőséggel bír, jubileum évről van szó, 2004-ben kezdtük a Kecskemét Acélszobrászati Szimpózium szervezését, a KASZT, és az idei évben a 20. megrendezése áll előttünk. Június 5 -e és 23-a között fogjuk megrendezni a második X -e alkotótábort. Az idén 9 nemzetközileg is elismert alkotó érkezik az alkotótáborba, kész, ipari és innovációs park területére. Az alkotótábor komoly művészeti referenciákkal bír, a művek több jelentős Magyarország és külföldi tárlaton mutatkoztak már be. Emellett nagyszerű lehetőség ilyenkor a résztvevőknek, hogy jó kapcsolatokat köthessenek egymással, illetve eszményeket is tudnak cserélni. Mint elhangzott, idén június 23-ától egészen július 31-ig lehet majd megtekinteni a kiállított műveket. A 20. évforduló alkalmából két másik kiállítást is bemutatnak a múzeumok éjszakáján, illetve a tervek szerint ebben az évben egy könyvben is szeretnék összegezni az elmúlt 20 év történéseit.